Hogy jöttem haza a tengerről? Hát egy 300 eurós út lett a tengeri út hazafele. Körülbelül 20 km után az autópályán megállt a motor. Kezem. Itt. OG? Yeah. I'm OG, y'all new to the game. OG fam, sziasztok! Olyan nap, olyan videó, kellemes reggel, kellemes délután, nem tudom mikor nézek, nem is ez a lényeg. Itt vagyunk, Áveléknél. Hazaértünk a barátnőm a tengerről. A pici csalódott vagyok már, sokkal nagyobb ütésre gondoltam az előző videóval. És nem tudom, szerintem körülbelül most érheti el ugye a 10 000 megtekintés. Én gondoltam, hogy az nagyot fog ütni, nagyot fog robbanni. Elég sok munka volt, hogy összehozzam. Na, de hát ilyen ez a YouTube szakma, amit azt gondolom, hogy nagyot fog ütni, az nem üt akkorát, és kis szarokot pedig megnéznek 100 000-en. Kaptam egy SMS, hogy volt Merced, ez van. Jaj, azt szerettem volna elmesélni, hogy jöttem haza a tengerről. Hát egy 300 eurós út lett a tengeri út hazafele. Ugyanis képzeljétek el, 15 éve van lassan könyvem, tehát jogsim. És még soha nem csináltam ilyet. De most valamiért felmentem az autópályára, egy újfajta ilyen tankoló kút volt. És én mindig ezt az FX-es adalékos dízelt szoktam tankolni. És képzeljétek el, hogy az autópályán létezik ebből FX-es benzin is. Na itt kezdődött a probléma. 20 liter dízel üzemanyaghoz hozzatankoltam 50 liter benzint. És mind aki jól végezte a dolgát, beültem az autóba, elindultam hazafele. Körülbelül 20 km után az autópályán megállt a motor. Kellett hívnom trélert, visszavittek meg egy 80 km-t visszafele, annak jöttem. Ott kaptunk egy szervizt, akik voltak olyan kedvesek, hogy este 9 órakor lehúzták ugye az összes benzint, töltöttünk bele dízelt, és így imádkoztam, hogy megint ne legyen valami gond, mert ugye ilyenkor az a baj, hogy elmehetnek a porlasztók, elhajolhatnak a dugattyúk, tehát megolvadhatnak, mivel hogy a benzinnek nagyobb az égés foka, és sokkal szárazabb, és sokkal nagyobb hővel ég el. Szerencsére úgy néz ki, hogy az autó megúszta, mikor hazajöttem, földettük tesztelre, a porlasztók jó értékeket mutatnak, hál' Istennek nem baszódott meg a motor, de eléggé jó kis tanulóleckán volt ez, hogy nagyon-nagyon figyeljek oda, fáradtság. És nem tudom, tényleg mondom, a kútnál is azért volt egy kis turpisság, mert ugyanolyan volt a lehúzós a kúton, ott a benzinnek, mint itthon a dízelnek, úgyhogy azért egy fasz belétörnék a kútnak a seggébe is, hogy miért nem tudják nagyba kiírni, mert ugye kicsibe írják ki, hogy dízel vagy benzin, és nagyba az ők faszukot reklámozzák, hogy FX-es, meg hogy milyen adalékanyaggal van az ők üzemanyagjuk. Na de! Utoljára ugye megígértem, azóta nem voltam még a pályán, ha hisztek, hanem az jó 3-4 hete van. Ugye akartam ugrani azt a korlátot ott a parkba, és kiderült róla, hogy 2,90 hosszra van az egyik peremtől a korlát. És akkor azt mondtam, hogy azért egyszer kijövünk ide a pályára, és megpróbálom, hogy raklapról raklapra mekkorát bírok ugrani, mert ugye nem szeretném szétbarmolni a biciklit, úgyhogy most az fog következni. Összerakjuk valahova, két raklapról fog ugrani kettőre, ott a mérőszalag. Kezdek mondjuk 2,30-ról, hogy legyen egy kis sikerélményem is. És akkor nézzük meg, hogy mennyi a max. És akkor az alapján fogjuk eldönteni, hogy nekiugorjak-e a peremről annak a korlátnak. Most de bevágom, hogy miről van szó. Én gondoltam, hogy ilyen 2,60-2,70 lehet, mert eddig mindig csak lábból mértem, vagy mit tudom én, volt egy rövid mérőszalag, és akkor levegőbe tartottam az ujjam. És hát eddig elmértem magam. Ugyanis 2,90. Ami a legparább az egészben az, hogy itt is egy perem van, illetve itt van ez a korlát. És azért para csak, mert ha nem érsz át, akkor az vázalja lesz.
Ja, amit elfelejtettem megmutatni. Te a peste. Te a peste becsiptettem. Kezem. Itt egyben ilyen vér, hólyag, meg minden lett oda. Kibaszottul fáj, nem hasad ki. Most már felszívódott a vér, de kurvára fáj. Egy picit ez a húzásba, illetve a szorításba feszít, de hát ez van. Na, gyorsan meg is lennénk. Nem tudom, hogy arról ugorjak vagy erről ugorjak. Inkább arról arra. De inkább lehet, igen, hogy erről már itt, azt nem tudom elnyomni. Mert van összekötve az egész. Ez meg, hát ez sem fog rám még elmenni. Akkor gázoljunk egy 250-ről. Nem, 230-ra azt mondom. Legyen egy Anna. Csak húz ki. Stabil pont. 30. Easy. Húzzuk. Kettő, négy van. Kettő, négy van, megvan. Vaj, ezek a kis körek. Megvan menjek, 260-nál. Hát ez pedig annyi lett. Egybe húztam egy 10 centit. Ez azért már kezd nagynak lenni. 260. Most az a helyzet a korlátnál, hogy van egy pici szint különbség. Ha 260 átmenne, akkor meg tudnám azt próbálni, hogy egy raklap különbséggel, de hát, hogy egyik fejjel nagyobb raklapot teszünk, meg három raklapot visszafelugrok a kettőre, és akkor meg tudnám próbálni, hogy az a 290, ami valóban az a táv, amit én ezt lehet ugrani, hogy az átmenne. Elmondom, hogy ez azért van nagy. 260-nál vagy. Szélén mozog. És az azért el volt csúszva, hogy lehet volt a tétfokat. Hú, de jó, hát ez azért már kezd jó távolság. Nem gondoltam, hogy átmegy.
Kiesik, nem látom. Na. 265. Hát kihúzom a 270, most mit tudom. Na jó, ezt most kilőjük, teszünk az alá egy raklapot, megpróbálom visszaugrani egybe a 290-et, lássuk mi lesz. Na, igazából 280 valami, ha jól emlékszem, már nem tudom, meg kell nézni a videót, mert nem emlékszem pontosan, de most kiúztam 290-re, de azt lenyomott pont ott van. Úgyhogy jó, próbáljuk meg. Na látod, az a baj, hogy nagyon limit. Hát van oda, és mikor kiállok, akkor érzem, hogy az a pont a limit. Tegyük hozzá, hogyha nem megy össze, vagy nem megy át. Ha nem megy át, akkor ott egy korlát van, egy 2 méteres szakadék a túlsó felé. Ha nem megy át, akkor nincs igazából semmi. Megfordítottuk a raklapot, és ki volt törve. Félből. Az a baj, hogy úgy érzem, hogy mikor elugrok, akkor ez is elmegy, és az is benne csúszik. De hát lehet, hogy ha aszfaltra vagy betonra ugranék, betonról betonra, lehet még át is menne. Ez is meg volt? Szerintem is. Ez 100%, hogy meg volt. Meg is értem. Na mindegy, ezt tovább akkor nem. Tovább nem feszegetem a pofládát. Ha jó, kipihenem magam az idén, akkor tényleg meg fogom próbálni. Szerintem átmenne. Most már úgy érzem. Főleg ugye meg egy picit gyakorlom a távolugrást. Az a túra, hogy világrekord csőről-csőre 3 méter, én meg raklapra ugrottam 270-et. 3 méter? 3. Csőről-csőre. Amikor azért csőnél az, hogy tudod a technikát, akkor cső egy kicsit megdob. Na mindegy, ennyire volna már ez a videó. Ha tetszett tudod a dolgot, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolatban a kiseget kisebb, vagy nem hagyd le semmit, mert feltöltésről.
Ha eddig nem nézted meg az előző videót, akkor sürgősen nézd meg, mert életem egyik legnagyobb ökörsége volt. Leugrottam vízbe 10 plusz méterről. Ha nem láttad, akkor ide most beteszem. Egyet mondom már ez a videó, mai napi kommentet ide. Én Orbán Gabi voltam. Találkozunk a kövideóban. Piii!